képviselőcsoportjának vezetője. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az elmúlt napokban egy olyan gátlástalan kormányzati propaganda indult meg, aminek talán az egyik csúcspontja a miniszterelnök rádióban elmondott interjúja, illetőleg a miniszternek a mai hozzászólása volt. Éppen ezért érdemes önöket is szembesíteni a tényekkel, és azokkal a mondatokkal, amivel saját magukat áltatják, hogy milyen jól teljesít az önök kormánya. Önök arról beszélnek, hogy Magyarország újra éllovas ország, eközben azt látjuk, hogy sokkal inkább a szégyenpadon ül Magyarország, hiszen ha az egyfőre jutó GDP adatot néznénk, akkor azt kell, hogy mondjam önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy bizony Magyarországot 3 év alatt elhagyta Észtország, Litvánia, jövőre elfogja Lettország, Lengyelország, és már csak Romániát és Bulgáriát sikerül megelőznünk. Aztán azt is mondják, hogy beindul és gyorsul a gazdasági növekedés, hát azután a mínusz 1,7% után, amit tavaly sikerült produkálniuk. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a gazdaság teljesítménye a 2010. évi szinten van, a beruházások szintje a 2003. évi szinten van, és azok a nagy húzó beruházások, amikre önök olyan büszkék, a Mercedes, az Audi vagy éppen az Opel beruházása, az az önök szempontjából két probléma van, hogy önöknek semmi közük nincs hozzá, mert az előző szocialista kormányok segítségével jött létre, illetőleg, hogy multinacionális cégekhez kötődik, akikkel látható módon az önök viszonya nem túl harmonikus, amikor éppen szavazatszerzés okán ezzel foglalkoznak. Aztán fontos adott esetben a munkahelyteremtés is, hiszen önök azt ígérték, hogy 1 millió új munkahely lesz 10 év alatt Magyarországon, most már 300 000 új munkahelynél kellene, hogy tartsanak, ehhez képest a versenyszférába, tisztelt hölgyeim és uraim, mínusz 50 000 a szám, amit 3 év alatt elértek. Beszámolták a foglalkoztatás növekedésbe azokat, akik külföldön dolgoznak, Németországba, Ausztriába, vagy éppen Angliába, csak ne tévesszék össze, ezt nem a magyar gazdaság teremtette ezeket a munkahelyeket, hanem a német, az angol és az osztrák gazdaság. És látszik, hogy trükköznek a közmunkásokkal is, ezekkel próbálják ezzel a kényszer munkával szépíteni a munkanélküli foglalkoztatási statisztikákat, amivel semmire nem fognak menni. De még egy adatot a figyelmükbe ajánlanék, hogy a 25 év alattiak munkanélküliségi rátája 26,5-ről az önök kormányzása idén 28,1%-ra ment föl, ami az Európai Unió talán 3 legrosszabb adatának minősül. Aztán Rogán képviselő társamat hallottam az adócsökkentésről, a sör alá sikersztoriról is beszélni. Hát én azt látom, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy több mint 40 új adónevet vezettek be. Több mint 40-et, amivel megdrágították a magyar vállalkozások és a magyar családok életét, és ráadásul azokat az adókat, amiket nem közvetlenül rájuk vetettek ki, azokat ezek a cégek áthárították, tehát a végén a fogyasztókon csattant, a magyar embereken ismételten az ostor. És az az adócsökkentés, amire önök büszkék, az egykulcsos adórendszer, na pont annak is a többség a kárát szenvedi, és azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak, azok jártak még rosszabban. Aztán itt a rezsicsökkentés, amit szintén folyamatosan emlegetnek, ami ma már világos, hogy nem más, mint egy rezsi átverés, hiszen először megemeltek minden olyan költséget az önkormányzataikban, vagy országos szinten, ami a megélhetés költségeit jelentik, majd most ebből engednek vissza egy kicsit, hát ezzel nem sokra megyünk, az egészen biztos, miközben az erre elköltött forrásokból szociális alapon az összes tartozó bajban levő magyar család tartozását ki lehetett volna fizetni. Ez lett volna az igazságos, nem az, hogy önök meg mi több támogatást kapunk a rezsihez, mint azok a családok, akik tényleg nehéz helyzetben küzdenek. Aztán itt az államadósság, amiben önök harcot hirdettek, annyira sikeres volt ez a harc, hogy még a háborút is elvesztették. Az államadósság, kérem, ugyanakkor a GDP arányosan, mint 2009-ben volt, csak közben elherdáltak egy 3000 milliárdos magánnyugdíj pénztári megtakarítást. A költségvetést is kézben tartják, de milyen áron? Minden olyan költséget megvágtak, ami a magyar emberek élete szempontjából fontos. Egészségügy, oktatás, szociális helyzet vagy éppen foglalkoztatás. Eközben pedig szórják a pénzt mindenféle
presztízs beruházásra, focira, PR-re, cégvásárlásra, irodaszerekre, a Kossuth tér felújítására. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy a stadionépítés és foci között, vagy a gyermekek gyógyszerellátás és a várólista megszüntetése között kell választani, akkor kérem, önöknek is kötelessége lenne a rezsi helyett, a rezsi mellett a várólisták megszüntetésére szavazni, pont azért, amiről Lukács képviselőtársam is mondott, mert ezek az emberek megértik, és a kormányzati PR helyett is a gyermekéhezés megszüntetésére, nyugdíjemelésre és béremelésre.